Sziasztok, itt vagyunk még mindig az RTL Klub sajtótájékoztatóján, és Sebestyén Balást kaptuk mikrofon végre, aki hát a kvízműsorok mestere, és továbbra is folytatja ezt a szerepkörét. Milyen új műsorokban láthatunk téged most? Hát nem ér váratlanul a kérdés, megmondom őszintén. Vannak új műsorok, hát a Szépben, áprilistól, meg az Egy perces nyers című vadonatúj, őrülte jó drámai vetélkedőben, ami egyébként tényleg óriási kedvenc, és remélem, hogy nagyon fogják szeretni. Ez lesz márciustól az RTL-en minden hétköznap. Beszélj nekünk egy kicsit erről a műsorról, hogy mi az, ami miatt mondjuk esetleg a nézőket oda szegezheti a képernyő elé? Hát a személyes jelenlétemen kívül maga a játéknak a drámaisága szerintem a legfontosabb, hogy elképesztő drámák vannak benne, és azt látni, hogy családapák, családanyák sírnak és próbálnak megoldani különböző feladatokat úgy, hogy közben minden túlzás nélkül az életük és az egzisztenciájuk múlik az, hogy megcsinálják egy adott feladatot, ez óriási drámákat szül a stúdióban. Úgyhogy egy nagyon jó tempó, nagyon izgalmas vetélkedő lesz szerintem. Önmagában a feladatok is nagyon nehezek, könnyűnek tűnnek, és az emberi sorsok és az emberi történetek a játékosok mögött az is nagyon izgalmas. Milyen jellegű feladatok ezek, csak hogy lefessük, hogy mennyire egyszerűnek látszanak, de mégsem? Hát ezek egyszerűnek látszódó feladatok, de nem egyszerűek. Tehát olyan feladatok, amiket ránéz az ember, és azt mondja, ezt meg tudom csinálni, 3 golflabdát egymásra tenni 5 millió forintért, de amikor ott vagy a stúdióban, ott vagy az arénában, kamerák vesznek, közönség, mögötted ül a rokonság, mindenki drukkol 5 millió forintot, ért nem tudsz remegő kéz miatt egymásra tenni 3 darab golflabdát. Egyszerű és nehezebb feladatok, de nem a lelóg a madzagról a csoki, és akkor álljunk alá és együk meg típusú, tehát nem, meg nem is ez a tortadobálós, jaj, maszatos lettél című történet, tehát nem ez. Én úgy tudom, hogy ez a műsor már külföldön nagy sikerrel ment bizonyos országokba, ez így van? Tehát ez egy átvett... Ez egy amerikai formátum, ez egy licensz műsor. A formátum úgy mindig azt jelenti, hogy az RTL nem azért nem fejleszt, mert nincsenek ötletképes emberek, nagyon jó szakemberek vannak, nincs idő fejleszteni. Egy ilyen műsort évekbe telik kifejleszteni. Arra pedig itt nincs idő egyszerűbb átvenni, meg talán költségesebb is lenne fejleszteni bármilyen fura. Úgyhogy... Hát ez egy átvett, ez egy amerikai formátum. Azt, hogy milyen országban csinálták, azt nem tudom, de Amerikában biztos, bocsánat, csak nem hagy meg békén. Miben jelent ez más feladatot, mint mondjuk a Szép? Más a tempója, más a ritmusa, más a dinamikája, az egész műsorvezetői stílus teljesen más. A Szépben kicsit ironizáló, kicsit vicceskedő, kicsit humorizáló, itt egy visszafogottabb, empatikusabb, a játékosokkal együttélőbb élem mutatkozik. Ami nem azt jelenti, hogy ez egy szerep, mert ez is én vagyok, csak ezt talán kevésbé tudtam megmutatni mindez idáig. Itt talán előszöded azt a családapai éned, ami úgy mostanában előjött? Kiválóan fogalmazó. Abszolút így van. Egyébként tényleg igen, tehát amikor valaki ott zokog, akkor nincs helye humornak, meg nincs helye poénkodásnak, meg iróniának, akkor inkább az ember igen. Akkor azért megpróbál játékosokkal együtt élni, de ez az énem azért ott van nyilván, csak én ezt nagyon ügyesen takargatom. Ha már itt a család szóba került, nyilván az egyik legfoglalkoztatottabb arca vagy az RTL Klubnak, ezt hogy tudod összeegyeztetni a családi szereppel? Hát ez a munka, ez tipikusan az a munka, ami soknak látszik, de mégsem az. Tehát én például tavasszal nem forgatok bármilyen fura, de hogy felvettük az Egy percet tavaly, megvan a Szép, azt is tavaly csináltuk, sokat leszek képernyőn, de közben még nem televíziózom. Tehát, hogy én a való világban most egy elég hosszú időre abba hagyom a televíziózást. Őszig, jövő tavaszig nem tudom még, úgyhogy nincs sok munkám, csak a Morning Show lesz most jelen pillanatban. Az Egy perc és a Szép az már le van forgatva. Nyilván itt ugye, ahogy említettük, hogy a legtöbb műsorban láthatunk, főleg ezekben a játékokban, de most feltűnt egy régi új arc, Friderikus Sándor, aki ugye a Legyen Ön is Millió most fogja vezetni. Van-e valami olyan dolog, amit esetleg így, hogy felnézzel rá szakmailag, vagy akár tanácscsere, vagy itt láttam, hogy volt egy kis ironikus kis poénkodás itt a sajtótájékoztatón? Igen, hát... Nálam nem volt mikrofon, de igen, megtalálta Sándor egy pár szót, csak nem tudtam rá reagálni, mert nem voltam kihangosítva. Hát azt majd levívjuk, hogy elfoglalta az öltözőmet, tehát ezt mindenképpen helyre kell tenni. Bár hallom, hogy kéretett bele egy kanapét magának, amit aztán ott hagy nekem, úgyhogy köszönöm. Hogy van-e valami konfliktus, vagy presztízs elég? Hát az, hogy például ugye ő azért már évtizedek óta a szakmában van, nyilván azért az ember valamilyen szintig felnéz rá. Hogyne, hát aki nem néz fel Friderikus Sándorra, az pont itt meg is jelent, ahogy kimondtam a nevét, az hibát követel. Tehát nyilván egy nagyon nagy szakmai tekintet. Én olyan kíváncsiak arra, hogy oldja meg ezt a szerepet.
tehát hogy ő mit csinál két karakteres műsorvezető után, harmadiként egy olyan műsorban, ami már kicsit azért régi, kicsit megvannak a kliséi, kicsit nehéz bele újat vinni, de mégis elvállalta, úgyhogy én nagyon drukkolok neki, én nem kedvelem a Sándort. Érdekes a mi viszonyunk egyébként, de én drukkolok neki, és azt hallom, hogy nagyon jó a stábból, meg hát én azért mindenkit ismerek, aki vele dolgozik, a rendezőt, meg hát az egész stábot. Részben én is csinálok velük műsorokat, és azt mondják, hogy nagyon klassz a Sándor, úgyhogy meg akarom nézni, hogy milyen élőben mindenképpen. Ezt a kis viszonyt lehet boncolgatni, vagy ez inkább maradjon a kettőtök titka? Nem, semmi, nem. Hát ez kicsit ő, én mindig ugratom, kicsit ő is ugrat, sajtótájékoztatom, 33. mondatában megtalált. De hát ez egy ilyen dolog, hát én nagyon-nagyon kedvelem őt, meg hát egy korszakos zseni, tehát azért bármit lehet mondani, de azért jelen pillanatban a hazai televíziózásban azért ő az egyik legnagyobb. És ez egy objektív dolog, itt nincs helye szubjektivitásnak. Te említetted ugye, hogy a rádiózás az viszont folyamatosan megy. Melyiket szereted jobban őszintén, a televíziózást vagy a rádiózást, vagy mind a kettő más? Tök más mind a kettő, nem lehet összehasonlítani, hogy az ember melyiket szereti jobban. Tehát nincs ilyen, nem szeretek televíziózni, egészen máshogy viselkedem a tévében, de ugyanakkor a rádió nekem nagyon fontos. Mert a rádióban egy olyan személyiséget tudok megmutatni, ami a tévében nem jön ki. Hozzá lehet szólni közéleti témákhoz, lehet boncolgatni a dolgokat, amiben egy tévéműsorban nincs rá lehetőség, amúgy csak mondjuk nem late night show-ja van az embernek, és ott be tud hozni közéleti dolgokat. A rádió nekem nagyon fontos. És most, hogy a Morning Show piacvezető és a leghallgatottabb, hát így meg aztán pláne. Ebben nagyon sok munkát tettünk a srácok. Meg a csapattal, úgyhogy nekem így a Benny mellett ő a másik gyerekem a Morning Show, meg kicsit a tévé, meg hát szóval úgy minden. Fontos a tévé, fontos a rádió. Hát akkor sok sikert kívánok neked ehhez a sikerszériához, ami folytatódjon tovább. Hát köszönöm szépen, hát bízunk benne. Tudom, most el akarod nyomni, mert vége a videónak, igaz? Pedig most jön a lényeg. Legyenek neked is sztárfotóid. www.kaszásbence.hu www.objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Médiapartnerünk!